Tisztelettel és barátsággal köszöntöm mindannyiukat. Ha föltenném a kérdést, hogy melyik Székelyföld nemzeti sportja, bizonyára nagyon sokan azt válaszolnák, hogy a jégkorong. És természetesen nem is tévednének egyáltalán. De azt tudjuk mindannyian, akik a sportot követjük, hogy nagyon sokszor az eredmény nem csak a versenyzőkön, nem csak a játékosonnan áll, hanem kell a háttér, a lelki erő is. Ez biztosítja egy nagyon jó profi szurkolótábor. Én ma a Gyergyószentmiklósi csapat szurkolótáborának a vezetőit, Gergely Imrét hívtam meg. Imre, Isten hozott, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást ebbe a beszélgetés műsorba. Üdvözöllek, köszöntöm a nézőket is. Áruljunk el az elején már valamit. Te tulajdonképpen polgári, normális foglalkozású egyénként, újságíróként tájékoztatod a székelyföldi közvéleményt különböző dolgokról, eseményekről, de ugyanakkor a Gyergyószentmiklósi jégkorongban, jégkorong tevékenységben nagyon komoly felelős szereped van. Erről, hogyha mondanál valamit, mindenképpen azért szeretnék egy dolgot pontosítani. Nagyon sok esetben volt lehetőségem veled úgy összedolgozni, hogy te voltál a kérdező fél, én voltam az interjú alany, és Imre, én neked nagyon szépen köszönöm, hogy mindig lehetőséget adtál arra, hogy értem, valamit rosszul mondtam, akkor azt újra fogalmazhattam. Ígérem, hogy ebben a műsorban is lehet dolgot rosszul mondani, annyi a különbség, hogy ezt nem vágjuk ki, tehát ez így fog majd bekerülni az adásba. Lehet, hogy nem erre számítottál, úgyhogy... Vidámak lesznek a nézők, mert mikor én vagyok a kamera mögött, akkor ugye könnyű ez a szakmám, vagy a mikrofont mikor fogom, de mikor én vagyok néha a kamera előtt, az rettenetes. Tehát már izzadok, beszédhibás leszek ilyenkor, úgyhogy lássuk, amire jönnie kell. De akkor ketten egyformán vagyunk. Ketten ebből most egy csapatban vagyunk. Én sem tudok úgy leülni, hogy azért kicsit az adrenalin, hogy ne dolgoznám, hogy ez hasonló dolog. Sőt, az jut eszembe, és kérlek itt segíts, hogy te valamikor, nem tudom, élő műsort, te fölvett műsort, de tudom, hogy műsort vezettél, mégpedig ifjúsági zenei műsort. Vezettem, nem ifjúsági zenei műsor volt, hanem csak ifjúsági műsor, meg néhány élő sportműsort is csináltam, ilyen beszélgetés műsorokat, mindez. Akkor az volt, azért voltam nyugodtabb, mert nem tudtam, mit csinálok. Tehát mikor utólag visszanéztem egy párat, akkor jöttem rá, hogy az nem nekem való. Tehát inkább amit leírok, vagy tudósításról megfogalmazok, az valamitől jobban megy. Téged nagyon sokan, és én is ezek közé tartozok, egy nagyon jó tollú újságírónak tartanak, aki objektív, és igyekszik mindig az események, környékbeli események központjában lenni. Még akkor is, engedd meg, most mosolyodjam el, mert nem mindenki így gondolja, főleg amikor a tudósításaidot elolvassa. Jó, úgy gondolom nem reklámhelye. Melyik sajtóorgánomnak írsz te? A Székelyhonnak vagyok a Gyergyői tudósítója elsősorban, de... alkalmattán szoktam más médiumoknak is, hogyha megkérnek egy cikket írni. De hát azt jelenti, hogy csak a Penna mellett maradtál. Csak. Igen. Tehát sem rádió, sem korábban a sportműsort vezetted a Gyergyó TV-n, illetve a heti értékelőt te állítottad össze. Ugye jól mondom? Nem, csak a sportműsorral foglalkoztam. Hát a heti eseményeket mondhatod. Oké, menjünk át, hagyjuk is akkor az újságírás, menjünk át egy picit a jégkorongra. Engedd meg, kérdezzem meg. Szeretnélek megcsípni valamiről. Mi a különbség a jégkorong és a hoki között? Ugyanaz, mint a flekkent és a flékeny között. Tudod, a flekkent az disznóból csinálják, a flékeny meg disznóból. Disznóból. És hol mondják a flékennek? Hát, vannak tájegységek. Háromszéken például. Nekem van egy torjai lovas kollégám, csak kifejezetten flékent eszik, tehát flekkent meg sem én szerintem. Úgyhogy ez általában egy ilyen háromszéki tájszólás. De háromszéki vagy. Háromszéki vagyok, de nem figyeltem igazából. Szerintem én mind a kettőt használom, amikor a helyzet hozza. Imre, az maradt meg nekem, ha jégkorongot nézem, és a te nevedet ezzel összefüggésben hozom, hogy ezelőtt nagyon sok esztendővel egy ilyen mozgatója voltál, szervezője voltál a Gyergyószentmiklósi jégpálya megvilágító rendszerének a lecserélésébe indított mozgalomba. Hogy is volt ez? Hát nem csak én voltam, hanem többen voltunk. Ez nagyjából úgy nézett ki, hogy semmi közünk nem volt igazából hivatalosan az akkori hoki csapathoz, a Progimhoz. Egyszerű szurkolók voltunk, illetve közös volt még bennünk az, hogy a gyerekeink mind hokiztak. És mivel nem csak mérkőzésekre jártunk, hanem sok gyerekedzésre is, láttuk, hogy
ilyen félvilágítás, alig látnak szegények a pályán, és akkor eldöntöttük, hogy ha már az a probléma, hogy sokat fogyasztanak a lámpatestek, azért nem lehet felgyújtani az összeset, akkor tegyünk meg valamit azért, hogy olyan lámpatestek kerüljenek oda, olyan rendszer, amelyik olcsóbb a fenntartása, és akkor hátra lesz a gyerekeinknek is rendes fény a pályán. Hát elég nagyon nagy mozgalmat sikerült elindítani. Most már pénzekről nem beszélnék, hogy mennyi gyűlt össze, nem is emlékszem konkrétan, más már nem is fontos. De a célt elérte a mozgalom. A célt azt nem, hogy elérte, hanem túlnőtte. Tehát arra mi egyáltalán nem számítottunk, hogy összes magyarországi Erste Liga, vagy akkor még Molligás pályán gyűjtéseket szerveznek. Azt hiszem több mint 1 millió forintot gyűjtöttek össze ott. Tehát ezzel támogattak titeket? Persze, az egy a mozgalmunkat, igen. És nagyon fontosnak tartottam, hogy ebből ne legyen se politikai, se semmiféle vita, vagy egyik oldal se támogassa jobban, mint a másik. Akkor még volt a Gyergyő kis újság, volt az Új Kelet, volt a Két TV, mindegyikhez elmentem, és mondtam, hogy szerdán kapjátok egyformán az anyagot, legyetek szívesek, játsszátok be, vagy hozzátok le az újságba, hogy tényleg az legyen, hogy ez egy közös, nagy összefogás. És tehát ezt magyarán mondani, a politika fölé, a városi politika fölé tudtátok emelni. Igen, hát a politikusoktól egyet vártunk volna el, hogyha ők is... Mélyen nyúljanak a zsebükbe. Nem mélyebben, mint én, vagy akár egy másik szurkoló, de hadd lássam a nevét a listán. Elég kevés volt ilyen. Nem mindig szeretik a politikusok, hogyha listán szerepelnek, nem? Igen, ebben az esetben igen. Azt kérdezzem meg, Péter még hokizik? Péter fiam a már nem, ő már 18 nem. Éves koráig hokizott, amikor már jött az érettségi, akkor abba hagyta. Ugyanis neki olyan 5 éves korától ilyen álma volt, hogy ő orvos lesz, és most éppen a vásári orvosinak a hallgatója. És amellett nem igazán fér bele, hogy profi szinten, vagy legalábbis versenyszerűen hokizó. Milyen szakorvos szeretne lenni? Még irányba korábban? Hát nyilván a sporthoz közel akar maradni, tehát sportorvos, ortopéd, ezt még ő sem tudja szerintem, mert még nem tudja, hogy melyik szakág, miről szól igazából, mit kell majd csinálni, de majd megtanulja, majd meglátja. Visszatérve ez a mozgalomhoz. Tehát itt kezdeményező voltál, és ebből kerültél te át tulajdonképpen, nem tudom a te funkciódnak a helyes megnevezését, tehát szurkoló csapat vezetői, tehát te lettél a főbalhés? Nem így volt. Én már azelőtt is ott álltam a úgynevezett B középben, még ha ezt nem is így hívják Gyergyóban, nem csak úgy hívják, hogy a szurkolótábor helye, az a bizonyos lépcső ott a játékos cserepad mögött, és az a környezet. Tehát ez nagyjából 99 végétől, 2000 elejétől, inkább 2000 elejétől. Amikor volt az első nagy fellángolás, vagy nagyobb fellángolás, hazahozták a Gyergyóból elszármazott Magyarországon játszó játékosokat, tömve volt a csarnok, stb. Én pontosan akkor kerültem Gyergyóba. A jégkorongot már azért is szerettem, én Sepsiszentgyörgyön a jégpályától egy 200 méterre nőttem fel, ott laknak most is a szüleim. Tehát kikiárogattam mérkőzésekre, de szerettem magát a játékot, de a hangulat az ott nem volt. Tehát ott nem volt szurkolás, fújt a szél, ilyen nyitott pálya. Tehát nagyjából szabályokat értettem, nagyjából tudtam, miről szól, de igazán jégkoron közeget, hangulatot itt Gyergyóba találtam meg, és egyből beleszerelmesedtem, hogyha így mondhatnám. És hogy aztán hogy lettem én szurkolótábor vezető? Hát nem kineveztek, nem neveztem ki magamat. Én most se szoktam magamat így nevezni, mert ez csak úgy a véletlen hozta. A véletlen egy rossz véletlen volt, mert a Molligás szezon után a 2008-as Molligás szezon után úgy hirtelen úgy lett egy nagy visszaesés a gyergyői hokiba, és elfogyott a közönség is, elfogyott a szurkolótábor is. Úgy jártunk azelőtt, mit tudom én, jártak 1500-an meccsre, abban az időszakban 200-300-an, jó esetben 700-an. Valójából azért, mert nem volt esetleg elvárt szintű eredmény? Hát igen, mindenki többet akar nyilván, ez természetes is, de lényeg az van, hogy hogy lehet mondani, hogy ott maradtam egyedül. Tehát voltunk, hogy 4-5-ön. Boci se volt ott az időben? Bocsánat, Boci az, kortalanul. Alapember. Igen. Most éppen Németországban dolgozik általában. Szóval ott dolgozik, ritkán tud hazajönni, de akkor is mindig ott van velünk. Tehát lényeg az van, hogy nem volt, aki úgymond kívülcse a fejét.
És én pedig ugyanúgy üvöltöttem, mint korábban, csak most jobban hallatszott a hangom, mert kevesebben voltunk hozzá. És akkor ez így alakult, vagy alakult. Kezdett a csapat fölfele menni, ugye? Tehát minden mélységnek van egy alj, van egy feneke, ugye más oldalon kezdett kijönni. Ez már az időszak volt, mikor a tulajdonos váltás is megtörtént? Hát nyilván igen, hát az egy hatalmas váltás volt a Gyergyő-Szentmiklósi, vagy a Gyergyő-Medencei, inkább így fogalmaznék, Ékorong életében. Ami változás még mindig halad egy cél fele, hogy így mondanám, még úgy gondolom ahhoz, hogy igazán profi, és nem csak alkalmanként, hanem valóban győzelemre, tehát bajnoki címek megnyerésére esélyes csapat legyen, ne csak egy szezonban, hanem hosszú távon kiszámítva, meg normális utánpótlással, meg egy csomó mindennel, ami ezzel együtt jár jobb helyeken, addig még nagyon sok munka van. És ebben a munkában, amennyire tudok és amennyire számítanak rá, mindenképpen segítek és segíteni is fogok. Imre, szándékozom meghívni valakit, meg is van, hogy kit, ebbe az adásba, ahol majd a Gyergyó-Szentmiklósi, Gyergyó-Medencében is nagyon népszerű sportoló a hokiról beszélünk, de engedd meg, hogy a te segítségedet kérem, hiszen te újságíróként az átlagnál azért többet láttál. Kicsit menjünk vissza a múltba. Elmondom, hogy milyen észrevételem volt, amikor történt a tulajdonos csere. Teljesen rendben van, hála a Jóistennek, és még egyszer mondom, hála az égieknek, hogy jött egy lelkes finanszírozógárda, tudta mozgósítani esetleg az ittenieket is, akik ebben még becsatlakoztak. De úgy gondolom, hogy abban az időben lehet, hogy Kopacz Zolinak, ott Bence Attilának, és még nem tudom, kik voltak ott, mert N+1, azért kijárt volna egy olyan, hogy köszönöm szépen, hogy elhoztátok a csapatot idáig, hogy van amit átvenni. Hiszen ha a nehézségek, amelyek ugye azért a vállát nyomták Kopacznak is, meg Bencének is, és ismétlettem, mondom, hogy kevés neve sorolta a föld, azok nem voltak egyszerűek, és nem mindennapiak voltak. Letették volna ők a lantot sokkal hamarabb. Összeszorították a fogukat, és vitték, és csinálták. Ugye olyan hoki csapatról beszélünk, amelyik valamikor, azt hiszem, akkor Apikom néven szerepelt, nem tudom, te már itt voltál-e? Progim, itt voltál már Szent Miklóson, itt éltél, ha nem tévedek. Szilágy Imre látott egy lehetőséget, egy fantáziát a csapatba, és ha nem tévedek, ezüstérmesek lettünk, ugye? Igen, így volt. Az volt talán az egyik legjobb eredmény, nem tudom, ezüstérmesek utána. Ez konkrétan mostani napig így van. Tehát mostani napig így van. Most már biztos ezüstérmesek vagyunk. Amikor beszélgetünk, akkor fogunk játszani az aranyéremért Szeredában, remélem, hogy meg lesz. Igen, hát mondjuk el, hogy húsvét előtt történik a felvétel. Igen, de az ezüstére már biztos. Az ezüstére, hála Jóistennek is, gratula. Úgy gondolom, hogy azért ezt a finanszírozó kört is el kell fogadjuk, hogy kell a jó életérzés, tehát az eredményesség is kell hozzá. Na most, mesélj kicsit azokról az időkről. Még egyszer mondom, hogy az újságíró tudásodat is ebbe tegyük most bele. Tudjuk jól, hogy voltak a városban szkeptikusok, voltak kevésbé szkeptikusok. Azoknak volt igazok, akik örültek, hogy jött egy jó erős pénzügyi társaság, és a Gyergyó-Szentmiklósi, a Gyergyó-Medence országos ligában játszó csapatát megerősítették, és ők vitték be a MOL-ba, vagy már bent voltunk korábban? Nem, ezzel együtt történt ez az Erste ligába bejutás. Azok számára, akik nem tudják, tehát olyan jégkorong bajnokság is van, amelyik a határon átnyúlik. Benne vannak az anyaországiak, tehát Magyarország, mi. És egyelőre ennyi, mert voltak évek, amikor volt benne szerbiai csapat is, Ausztria. És volt benne Ausztria is, és még a felvidéki, tehát szlovákiai csapat is volt benne, de most jelen pillanatban Erdély és Magyarország. Na, tehát a kérdésre visszatérve, tehát, hogy a Kopacz Zoltánéknak, Bence Attiláéknak járt volna egy köszönet, az természetesen járt volna. Illetve, hogy szerintem járt is, és szerintem most nem vagyok annyira tájékozott ebben a térben, hogy hogy volt ott a váltás, milyen volt a átadás, átvétel, így fejezni. Imre, most pontosítok, én nem az új tulajdonosok részéről vártam volna ezt, hanem van ennek a városnak menedzsmentje, vezetőgárdája, volt akkor is, van nagyon sok civil szervezet, ezeknek egy része aktív, tehát valahol a közbeszédbe be kellett volna ezt vinni odáig, hogy fiú, brávo, hogy hoztátok idáig, nem az újak kellett volna mondják, hiszen az új jött egy befektetési lehetőséggel, készen van. Hát én most nem szeretnék megesküdni, mert memóriám nem véges, de úgy emlékszem, hogy írtam ilyen cikket, amiben ez meg volt említve. Persze nem a ez volt a címe, hogy köszönjük az eddigieknek, de volt ilyen. Magam részéről.
Lépjünk tovább, tehát ez kikívánkozott belőle. Tehát, amit ők csináltak közel 20 évig, vagy talán több mint 20 évig, az akkori viszonyok között emberfeletti volt. Tehát én nagyon jól tudom, akkor is nagyon közel voltam akkori vezetőséghez, meg az akkori csapathoz, hogy milyen volt úgy hokizni ennek a gárdának, hogy például Nagy Levente egy nájlonvedret kellett ketté vágjon, hogy lábszárvédőnek fel tudja kötözni. Amikor nem voltak botok, amikor nem volt fizetés, nem volt amivel egy játékost semmivel sem motiválni, és tényleg azt a korszakot gyakorlatilag szerintem szép volt, voltak benne bronzérmek, minden, volt egy-egy olyan győzelem, hogy nem hittük el, tehát, de egy-egy győzelem. Tehát azzal igazából utolérni, feljutni arra a szintre, ahol szeretnénk lenni, tehát az Erste Liga, meg a romániai hoki elitjébe, lehetetlen lett volna. Tehát... Na most ezért egy pontosítás kívánkozik belőlem, hiszen nem szeretném én megbántani egyáltalán mindazokat, akik az akkori jégkorongban, Gyergyószentmiklósi csapatban nagyon sokat fektettek úgy anyagit, mint más lehetőségeket, és éppen ennek a két barátomnak a neve jutott eszembe. Elég sok az elbeszélésükből eléggé ismertem azért, hogy mint ahogy ti is ismertétek sajtóképviselői, hogy komoly gondokkal küzdöttek. Jó, menjünk tovább, jött egy, hála jó Istennek, egy jobb korszak, az elvárások ugye, ugye a finanszírozó részéről, mint a szurkolók részéről megvolt, tehát jó eredményt kellett elérni. Erről az útról, hogyha mondaná. Ugye ez 2018 májusában történt. Én akkor találkoztam először Balázs Attilával, jót beszélgettünk, megismertem az elképzeléseit, és akkor hüledeztem, hogy innen most hirtelen ide akarunk ugrani, de ez egy komoly elképzelés volt. Tehát hittem ebbe az elképzelésben, azóta is hiszek, hogy ez működni tud, még akkor is, hogyha akkor ez valami hihetetlen volt, hogy Gyergyóban egyszer csak megjelennek ilyen játékosok, mint Pavel Vorobjev, vagy Pestunov, vagy Samankov, vagy még sorolhatnám, akik akkor jöttek az első szezonba. Hát az első szezon azt az a tanuló év volt, úgy lehet nevezni, ezek a játékosok ugyan tudták húzni a gyergyójakat magukkal, de a gyergyójaknak kellett magukhoz képest fejlődjenek hatalmasat, mert hogy az addigi romániai bajnokság azt lehet mondani, hogy évente volt 6-8 meccs komoly. Tehát ahol tényleg eldőhetett jobbra és balra is, most nem nevezném azt komolynak, amikor jön a sportklub, azok csak annyi a kérdés, hogy 8-a vernek meg, vagy 10-e. Tehát, hanem az, amikor van esélyed győzni, lehet, hogy kikapsz, 5-2 lesz oda, 5-3 ide. Tehát amikor tényleg hajtani kell, és meg kell mutatni, mit tud. Na, ehhez képest az Erste Ligába jött 40 alapszakasz meccs, ahol végig kellett ezt a szintet tartani. És a végre belejöttünk, belenőttünk ebbe a dologba. Az, hogy akkor bejutottunk a play-offba, és 7 meccses párharcot játszottunk Debrecennel, az addigi legszebb időszak volt. Tehát minden várakozás fölülmúlt. Igen. Azért azt még mondjuk hozzá, ha a kronológiai sorrendet a csapat fejlődésében látni akarjuk, hogy volt egy pályán kívüli játékos, aki nagyon jól végezte feladatát, ez nem más, mint Barti Tihamér. Igen. Hiszen én amennyire tudom, és ebben légy szíves, ismét újságíróként, még nem csak hoki szerető, hokit követő emberként is segítsél, nagyon sokat lobbizott annak érdekében, hogy Gyergyószentmiklóson a csapat egy jobb pénzügyi helyzettel rendelkező üzletvilág szereplőjéhez kerüljön át. Valóban ez nem titok, sőt, egyáltalán így van. És neki is jár ezért nyilván köszönet. És azóta is a GHK-nak a tiszteletbeli elnöke, nem hiába. És ahogy én is őt ismerem, ezután is oda fogja tenni a csontot, amikor kell. Mi volt a ti feladatotok? Feladat? De feladat, ez hát nem mondom, hogy, akkor ez nem elvárás. Mondom, hogy feladat vagy elvárás. Én a szurkolói mi voltomat, azt próbálnám megfogalmazni, hogy ez lélekből jön. Én tényleg őszintén hiszem, és meggyőződésem, és akár hiszi, akár nem, én hiszek abban, hogy a mi hangunk, a közönség, ha egyszerre meg tud szólalni, az segíti a csapatot. Ez 100%. Tehát ez most
Nem én találtam ki, ezt nekem visszajelzések voltak. Azt is hiszem, hogy néha, mikor ez, az a légkör ki tud alakulni, akkor az a játékosoknak is a hátán feláll a szőr. Ezt onnan tudom, ők mondták. Az első szezon után, a második szezon után volt egy ilyen záró bankett, és ilyen közös fotózkodások voltak. Én ebben nem nagyon szoktam részt venni, nem is nagyon ritkán teszek fel bármit is a Facebookra. Oda jön hozzám Pavel Vorobjev és Pestunov, és ők kérik, hogy készítsenek nekem valami egy fotó. Hát ettől nekem nem tudom, hogy mekkora volt akkor a nadrágom, kövérebb voltam, mint most is, de a májam nagyobb nem jöhetett volna, amikor két ilyen játékos mondja ezt így nekem. De hála jó Istennek, nagyjából így viszonyulnak most is Bodó Orbán, meg a többiek is. Tehát lényeg az, hogy én mikor a meccsre járok, lehet, hogy másokkal ellentétben, vagy én ilyen vagyok, most nem akarok ebbe belenni, hogy mások hogy gondolják, mi gondolják, én nem szórakozni járok. Én úgy hiszem, és tudom, hogy amikor oda kell állni a csapat mellé, akkor az iszonyú kemény munka. Azt a legutóbbi meccsen, amikor 13 gyergyői félbeteg játékos kellett játszani a Fradival, és tudtuk előre a meccs előtt, hogy büdös esélyünk, semmi nincs. Maximum emelt fővel halunk meg, hogy az edzőnk Szilasi Zoltán fogalmazott. 7-0 vezetett az ellenfél, és a csarnok, teljes csarnok szurkolt, énekelt. Na azt a pillanatot én szerintem azok a piros-fehér játékosok, lehet, hogy Kanadából jöttek, vagy Finnországból, stb. Biztosan nem fogják elfelejteni az életbe. De ez az igazi, úgy gondolom, az igazi lelkesedés és igazi csapat ösztönző hozzáállás, amiről most beszéltél. Tehát nem csak akkor hurrá hajra, amikor vezetünk, hanem akkor is, amikor bajba vagy. Sőt, akkor kell valami nagyobb lelki támasz, hiszen te mondtad ki, hogy a játékosoktól kaptál visszajelzést, hogy ez érzik. Engedd meg, tudod nagyon jól, hiszen volt alkalmunk beszélgetni, én magam is ma is aktív lovasportot űző emberként, csak megerősíteni tudom, a mi versenysportunkban nincs ekkora szurkoló tábor, lehet, hogy nem is volna szerencsés, mert a lovak megijednének, de mikor egy akadályba mész be, amit teljesíteni kell mondjuk egy 30 másodperc és 70 másodperc között, csak egy annyit mondja valaki, hajrá Tibor, vagy hajrá X vagy Y, bárki, aki megy be, ad már egy plusz erőt. Tehát úgy érzed, hogy mintha nem volnál egyedül. Te kell megoldani a feladatot, de nem egyedül vagy. Tehát ez a lelki támasz olyan óriási, hogy le az összes kalapokkal is. Meg vagyok győződve, hogy ezek az igazi profi és nagy tapasztalattal rendelkező játékosok, akik téged fölkértek közös fotózkodásra, régen tudták már azt, hogy van még egy komoly játékos társ, az pontosan kint a szurkoló. Mondtad, az egész csarnok szurkolt. És azelőtt fogalmazódott meg bennem a kérdés, hogy megkérdezem, hogy hányan vagytok ebbe a galeribe, illetve ennek az alapmagja hány lelkes embert foglal magába? Vagy lehet ezt is számszerűsíteni? Lehet, ez mondjuk ez változik. Ez azért változik, mert sajnos öregszünk, tehát mi is. Tehát gyakorlatilag a mostani gyergyő szurkolótából átlag életkor a plusz 40-es. Nem igazán értem, hogy miért nem jönnek fiatalabbak, akik kitúrjanak a helyünkről, mint egy fiatal játékos kitúrja az idősebbet, mert jobb. Én nagyon szeretném, hogyha annyi fiatal lenne körülöttem, hogy néha ügyesen én is elszopogatok egy cukorkát, kettőt ordítanék, és helyettem végzik a munkát, de sajnos nincs. Én most, hogyha lehetek egy ilyen felhívást, akkor mondom, hogy aki úgy érzi, hogy a csapatért képes kitartani a száját, és érez magában egy kis bizsergést, hogy ezt kellene csinálj, az jön oda hozzánk. És szurkoljon együtt velünk, és legyünk egy szebb, nagyobb szurkolótába. Egyébként a számokra visszatérve, hát mit mondjak? Most, hogy a Ferencváros elleni mérkőzés volt az első, amikor nem kellett se oltási papír, se semmi, hát voltunk a MAG olyan 30 fő. Amikor nem igazán lehetett, voltunk 10-en. Nem az a lényeg, ez a 10 ember vagy 30 ember is meg tud szólalni, ha úgy van, de az igazi élmény nekem is, gondolom a játékosoknak is, amikor mi 10-30-an meg tudjuk szólítani az egész csarnokot. Ritkán adatik meg, de akkor az
ami félelmetes. Vannak begyakorolt ritmusok, gondolom, persze. És gondolom, hogy azért a szurkoló tábor vezetőjének az a feladata, hogy szabadjon ilyen karmesteri kifejezést használni, hogy beinti, hogy éppen most mi következik, vagy hogy poénkodni szabad azért? Mindig szabad poénkodni. Te nem azért jársz ordítozni, ugye, bocsánat, szurkolni, kiabálni, hangoskodni a jégcsarnokban, otthon Melán nem engedi meg, hogy esetleg beszélj, vagy hangosabb legyél a kelletnél. Nem feltételez, ugye? Hát van benne valami, mert otthon úgy viselkedik az asszony, nincs okom rá. Tehát valahol ki kell. Jó, nem lehet újságírót ezzel a dologgal így megszorítani, de gondoltam, hogy ez is motivál, hogy hú, itthon nem ordítozhatok, nem mondhatok semmit, megyek és kiabálok egyet ott. Van de az egyébként jó kiengedni a gőzt, az így pont tökéletes. Egy-egy jó hoki meccs után, azt tudni kell rólam, hogy hát most nincs itt a képben a piros zseki, a másik helyiségben van, de piros zseki alatt szokott lenni egy póló, egy hosszú ujjú felső, a hanorák általában, és rajta még a Jackie, rajta még a mez. Na, én azt elvártam volna a Jackie, máma, hogy bár a Jackie ilyen... szépen át van izzadva. Tehát nem értem még meg magam egy meccs előtt, egy meccs után, de 3 kiló izzadság az biztos, hogy kijön belőlem egy 60 perc alatt. Engedd meg mondjam el, hogy esküszöm, hogy máma azt futott át az eszemen, hogy hívjalak föl és kérjelek meg, hogy gyere ilyen szurkoló öltözetben, legalábbis abban amennyire... jöttem, mert hogy innen most már éppen megyek Csíkszereda a érkezésre, de... Kivetközted magad egy kicsit. Igen, gondoltam, hogy... Jó, rendben, ezt is egészít. Imre, arról mesélj, légy szíves, hogy mi az, amit lélektani szempontból, tehát egyszerűen is milyen ritmusok vannak, és mit vesztek elő, amikor na most kell aztán a nagy hajrát adni? Hát én tehát ez így megvan, ez van a általában én úgy szoktam... alakítani. Hát most már valamennyire tudatos is, és van ennek egy valamilyen szerű rendje is, hogy először mennek a, úgymond, a ilyen lüktetőbb ritmusok, aztán egy... Mondj úgymond, példát! Hát most nem szeretnék itt ordítozni is. Úgymond, ez olyan, hogy dalszöveget most prózába kifejteni se. Akik járnak meccsre, azok tudják ezeket a dolgokat. Piros-fehér, a hajrágyergyó, hajrágyergyó Szent Miklós, na, édesanyám, kedvesanyám, tehát vannak ezek a nóták. Ellenfélnek is szóltok be, vagy szurkoltok? Nem, tehát ezt, nem. Igen, jó kérdés egyébként, mert örülök, kérdeztél. Tehát én, amióta úgymond a Te Szabadid Lévre karmester vagyok, nagyon sokat tettem azért, hogy ez kiszoruljon. Tehát az ilyen, hogy cigányozás, az ellenfél édesanyjának az emlegetése, az ellenfél szurkolóival való a csarkodás, ez nálunk nincs. Hogyha van, akkor valaki kitátja erre a száját, akkor többen vagyunk, hogy megnézzünk és csendben marad, vagy túlordítjuk. Volt is egy ilyen megkeresés a korábban, évekkel még ezelőtt, hogy az embereket nem hagyom szórakozni, mert ők szeretnék, hogy idézőjel mocskolódhassanak, de mellettem nem lehet. És hogy akkor engedjen meg, és mondom, ide figyelj. Én senkinek meg nem tiltom, hogy azt kiabálja, amit kiabál, mindenki felnőtt ember, de hogy én ebbe becsatlakozzak, és ezt hagyjam, ez kizár dolog. Akkor valaki elkezdett egy ilyent, 3 másik mellettem elkezdtünk egy másikat, amit elnyomtanak a hangját. Én ezt nem tartom a sporthoz méltónak, a hokihoz méltónak, egyáltalán nem tartom, hogyha ezzel kezdünk foglalkozni. Van egy nagyon rossz élményem itt, amíg az utolsó mondataidat hallgattam, nagyon gondolkodtam, elmondjam-e vagy se. Isten is őrizzen, nem áldozatnak akarom magamat feltüntetni. Elmentünk egy jégkorong mérkőzéssel feleségemmel, hogy nézzük meg is, igazán is szorítva is, stb. Is. Őszinte legyek, egy kicsit ugye más sportokban vagyunk járatosak, ahol a szurkolási szabályok, korábban említettem, teljesen ellentétesek a hangos, dübörgő és akár éneklő zenei aláfestéssel való biztatástól. Hadd nem mondjak csapatnevet, de megborzadtam, amikor keresztény is, amennyire tudom, hitélettel rendelkező emberek a magyar, szintén magyar nevű székely város csapatával játszókra, hát olyanokat kiabáltak rá, hogy nyomdafestéket a ti szakmátok, ahogy mondja, egyáltalán nem tűr, nem is akarom idézni, de én megborzottam. Tehát az a minimum volt, hogy dögölj meg.
Tehát ez a minimum volt. Én azt hittem, ezt a bíróra szokták mostanig mondani, de biztos azon nem fogod, és azt nem mondták a játékosnak is. Ennyit körülbelül nekem egy élményemről, tudatában vagyok annak, hogy sokkal több ez a sport, mint esetleg egy ilyen hőzöngő szurkoló miatt meg lehessen ezt így ítélni, nem is szeretném. Arra kérlek egy néhány mondatba, hogy ha arról beszélnél, ez a szurkoló tábor, amely elég népes, ez hogy áll össze akkor, amikor el kell utazni az ország, vagy akár anyaország más településére, más városába? És ez milyen pénzből történik? Tehát van valamilyen szerződéses viszonyotok nektek, mondjam úgy, a finanszírozóval? Fociba hallottam ilyen. Egyeztetések történnek? Nincs. Tehát éveken keresztül én szerveztem a szurkolói buszt. Ez mindig úgy működött, hogy meghirdettük, hogy lesz ez a mérkőzés, ennyi bekerül az út, ez mindig egyszerű. Tehát, hogyha tegyük fel Brassóba 2500 lej a busznak a bérlése, akkor ahányan vagyunk, azt a 2500 lejt össze kell dobni. Egyszerű. A problémák akkor adódnak ilyen esetben, hogy valaki feliratkozik, vagy valakik feliratkoznak akár többen, lefoglaljuk a 40 személyes buszt, és heten hiányoznak. Akkor a maradék... Szét kell osztani. Igen. És voltak ebből kellemetlenségeim. Hát többek között ezért is úgy eldöntöttem, hogy ebből azért visszalépek. Tehát, hogyha megkérnek, hogy szervezek egy ilyent, én mondom, rendben van, de a pénz felével nem foglalkozom, itt a telefonszám a busztársaságnak. Busztársaságnak, tessék. Sőt, én is felülök a buszra, és kifizetem a részemet, én nagyon szeretek a társaságba utazgatni így, de kivételes eset, hogyha legközelebb lesz egy ilyen. Imi, utolsó kérdés. Tudom, nem szereted az Imi megszólítást. Még amíg tovább mennénk, visszatérnék még erre a szurkolói, úgymond meg nem engedett, vagy általam meg nem engedett szövegekre. Ne értsen félre senki, én sem vagyok szent. Tehát vannak alkalmak, amikor tényleg az embernek elborul a feje, amikor a bíró úgy fúj, hogy mindenki látja, hogy nem úgy kellett volna, csak ő nem, akkor előfordul, vagy mit tudom én, az egyik játékosunknak a karját szinte eltöri az ellenfél egyik játékosa, amikor a legközelebb idejön gyergyószemlikus, az ne várjon köszönetet. Tehát vannak ilyen helyzetek. Majdnem megkértek, hogy idézzél abból, hogy mit szoktál ilyenkor mondani, inkább lemondok róla. Na most azt tudjuk, hogy, és azt értettem meg belőle, hogy jó teljesítményt nyújt a szurkoló tábor. Így van? Hát ezt ítéljék meg mások. De azból a bizonyos közös fényképből, meg mindenféléből a profi játékosokkal nekem ez jött le belőle. Azt is tudom, hogy ahhoz, hogy jó eredményt lehessen elérni, oda komoly edzés kell. Mindenbe. Te például kiársz, mit tudom, szabadidődbe, a hegyekbe valahova ordítozni, tehát, hogy legyen edzésbe, vagy ez úgy mond, nem? Erre nem kell edzeni? De lehet, hogy őt lehet, mert mikor elkezdődik a szezon, a meccs szóval már tapasztaltam évek óta, hogy körülbelül a 10. percnél elfogy a hangom, elfogy a köhögési rohom, már többiek tudják, kérdik, hogy jól vagy, közben tartom a zsebkendőcsi köhögök, intem, hogy ti azért nyomjátok. Elmúlik a roham, meccs után pedig az asszony szeretne ugyan hozzászólni, de ezen kívül nagyon nem jön ki a számunk. A szezon közben már szépen lassan oda alakul, úgyhogy a playoffban, mit tudom én, egymás után 12 meccs 3 héten belül, olyan kristálytisztán tudok beszélni is, ordítani is. Hogy... Tehát csak megvan az edzés. Igen. Imre, nagyon hálás vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a Beszélgessünk egy pohár mellett című műsorban. Örömmel fogadtam a meghívást. A jelenlétet, illetve a partnerséget, meg tisztelő volt számomra. Nagyon kérlek, hogy a barátság számlájára írd egy-két olyan megjegyzésemet esetleg, ami lehet, hogy ki kéne üsse úgymond a biztosítékot. Nem láttam ilyen, nem hallottam ilyen. Hidd el, hogy szívemből kívánom, hogy az a csapat, aminek szurkoltok, minél sikeresebb legyen, minél jobb eredményeket érjen el, és örüljünk valamikor annak is, hogy az emelvény legmagasabb fokán akasszák éppen az aranyérmeket föl a játékosoknak. Ismételten köszönöm szépen. Így legyen. Kedves minket követők, hálás vagyok a ránk fordított időért. Azt kívánom mindannyiuknak, idősebbeknek, középkorúaknak, gyerekeknek, hogy minél több minőségi jégkorú mérkőzésen vegyenek részt, akár szurkolóként, akár játékosként, akár egyszerű nézőként.
A lényeg az, hogy a sport az gyógyít, és az, aki sportol, mondják a szakemberek, talán valóban föl van írva, hogy több évvel tudja a saját életét meghosszabbítani. Ezt kívánom önöknek, viszontlátásra. Viszontlátásra. Egészségedre.